Kossai Lajos lovasi jászmesternél vendégeskedem. Azért kértem, hogy beszéljünk, mert 3 éve találkoztunk utoljára, és azóta bizony nagyon sok minden történt. Hát a világ az akkor a Covid-nál tartott, amikor beszélgettünk, azóta kitört a háború, nagyon sok minden zajlik. Párhuzamosan a Lajos pedig nem csak itthon járja a településeket és tart előadásokat, találkozik rengeteg emberrel és teszi itt a völgyben is a dolgát, hanem járja a világot is, legutóbb Kuwaitban és Malajziában jár. Ezért gondoltam arra, hogy megkérdezem, hogy mit észlel, milyen mozgások vannak most a világban, hogy vagyunk mi emberek. Köszönöm a megkeresést és a megtisztelő figyelmet. Szóval 30 háború dúl éppen a világban, mi nyilvánvalóan azokra figyelünk, ami bennünket jobban érint, és itt a szomszédságunkban van az ukrán háború, de közben egy izraeli-palesztin háború is tombol. Zajlik az élet. A 36. éve vagyok itt a völgybe, és 36 évvel ezelőtt én hoztam egy döntést, hogy minden hónap első szombatján kinyitom a völgyet. Ez a holnapi nap egy ilyen első szombat lesz, és van még egy fontos dátum, hogy 1994-ben, 30 évvel ezelőtt rendeztem meg az első versenyt, és azért ez az idei évre rányomja a bélyegét, hiszen azért erre 30 évre, erre 3 évtizedre mi többször vissza fogunk emlékezni. Innét indult el a lovasi jászat világhódító útjára, talán ez a 30 évvel ezelőtti dátum egy mérföldkő lehetett, egy modernkori sportág a lovasi jászat megjelenésébe, akkor még a 20. században, most már itt vagyunk a 21. században, és hát nagyon fölemelő érzés, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy jelenleg 18 országban 36 nemzetközi bíró viszi ezt a magyar vonalat, és ezekben az országokban a magyar kultúra egy kicsit megjelenik a lovasi jászaton keresztül. Úgy van ez, mint a karatéban a japán kultúra, úgy van ez, mint a kungfuban a kínai kultúra, a lovasi jászatban a magyar kultúra jelenik meg, és hát Szaúd-Arábiától Kínán át, Oroszországon keresztül az Egyesült Államokig, most már mindenütt ott vagyunk, és hát ez a tavalyi év, ez annyiba volt újabb, hogy én hoztam egy döntést, nekem van egy csodálatos feleségem, és egy 3 éves, meg egy 5 éves kislányom, hogy elkezdem őket vinni ezekre az utazásokra, hogy egy kicsit lássanak bele azokba a nemzetközi folyamatokba, amik eddig mindig úgy zajlottak, hogy én itt vettem egy érzékeny búcsút a családomtól, aztán én eltűntem 1-2 hétre, és hát gyakorlatilag nem tudták, hogy pontosan mit csinálok ez alatt az idő alatt, és nagyon jó érzés volt. Nekem egy szándékom volt, hogy a gyerekeimet beavassam, és egy ilyen család és csapatépítő tréning is volt, mert Budapest, Dubaj, Kuwaitban egy nagyon komoly edzőtábor, az edzőtábort követően egy hivatalos pályaátadás, majd vissza Dubajba, Dubajból Malajziába, Kuala Lumpur, és Kuala Lumpurtól nem olyan messze szintén egy edzőtábor a malájokkal, több mint 70 fő vett részt ebben az edzőtáborban, és egy sikeres pályaátadással zárult le. Az, hogy én a világ különböző pontjain megjelenek és pályát adok át, ezt mindig minimum 10 év előzi meg. Ez a maláj fiatalember 10 évvel ezelőtt járt a völgyben, és a völgynek a természetessége, ennek a magyar kultúrának az ereje annyira megfogta, hogy eldöntötte azt, hogy megépíti a saját kis völgyét, létrehozza a saját kis lovasi jászpályáját, lovakat képez ki, és amikor minden feltételét megteremtette, akkor engem meghív, és edzőtábor és ünnepélyes keretek között ő is egy nemzetközi bíró lesz. Tehát egy-egy ilyen pályaátadás a hátterében 10 év munka van, én most már harmadszor voltam Malájföldön, egy rendkívül izgalmas, érdekes kultúra, és hát nagyon jó érzés volt, hogy a családom ott volt mellettem, a gyerekeim ezt látták, és hát azért ezek a kis 3 meg 5 éves gyerek 6-8 órát vannak beszíjazva a repülőgépülésbe. Szokják ezt az utazást, mert nagyon könnyen elképzelhető, hogy tovább fogják vinni ezt, amit az apjuk elkezdett. Egy nagyon, nagyon exkluzív társaság volt egy héttel ezelőtt a vendégem, többek között a Beretta
család, a Beretta az egy kiváló fegyvercég. Talán kevesen tudják, hogy 1526-ban alapult a Beretta, és hát ez a dátum nekünk mást mond, mint nekik. Nekik ez a cég alapítás volt, de ezt nekünk itt Kelet-Európában nagyon nehéz fölfogni, hogy 1526 óta a Beretta család viszi ezt a céget, amit én nagyon nehezen tudok fölfogni, és most egy picit kalandozni fogunk, mert egy másik történet jutott erről az eszembe. Talán sokan hallottak a Zingaro cirkuszról, amit a Bartabás hozott létre, és ennek a központja Versailles-ban van. Ez a világ, hát azt gondolom, hogy a legkiválóbb lovas cirkusza és színháza, elképesztő előadásokkal, és ez a Bartabás, ez megkapta gyakorlatilag a Versailles kastélynak a lovas szárnyát, hogy ott tartsa azokat a lovakat, amik ezekben a cirkuszokban dolgoznak, és létrehozott egy iskolát. Ebben az iskolában egy Bezsár tanítvány tanít táncot, egy cadre noiros katonatiszt tanít lovagolni, egy japán judo ijász tanítja az ijászatot, egy operaénekes tanít éneket, ezek a tantárgyak vannak, és működik az iskola. Igen ám, de amikor a Bartabás megkapta ezt a lehetőséget, akkor utána nézett annak, hogy 14. Lajosnak vajon milyen lovai voltak. Előszedte a régi poros okiratokat, és ezekből az okiratokból az derült ki, hogy hát bizony 14. Lajos Spanyolországból egy haciendáról hozta ezeket a lovakat. Most 21. században vagyunk. Az okiratok alapján beazonosította a családot. Ez a család ez ma is él, ez a család ma is azon a haciendán él, és ez a család ma is abból él, hogy ezeket a spanyol lovakat tenyészti. Tehát a történelem viharai, azok úgy söpörtek végig a Kárpát-medencén és a saját hazánkon, hogy ezeket nehéz fölfogni, hogy ilyen kontinuitások vannak. És itt én megmondom őszintén, a cirkuszban láttam ezt. Tehát a Richter családdal én jó viszonyban vagyok, 7 ősig mennek vissza, mint cirkuszosok, és valahogy azok a gyerekek a cirkuszba születnek, magukba szívják valahogy ezt a légkört, és még a cigányoknál láttam ilyet, ahol kiváló prímások át tudják adni a gyerekeiknek a stafétabotot, és viszik. Én nagyon remélem azt, hogy ez csak a műveltségem és a tájékozatlanságomból adódik, hogy én Magyarországon nem tudok olyan családot, amit vagy a fasiszták, vagy a kommunisták ne tettek volna tönkre, tehát ne taposta volna meg a 19.-20. század, ne szűnt volna meg egy ilyen hosszan fönnálló kontinuitás egy családon belül, de én nem igazán tudok ilyenről beszámolni, de hát nyilvánvalóan nekem célom az, hogy mindent megtegyek a saját gyerekeimért, és ha ők azt a döntést hozzák, hogy ezt tovább akarják vinni, akkor ez így legyen. És hát azért ezek az utazások, ezek nagyon izgalmas utak, mert ami számomra kiderült ebből a világlátásból, az az, hogy talán itt egy jezsuitás szerzetes tudnék idézni, aki azt mondta, hogy adjatok egy gyermeket, és 7 évesen visszaadok egy embert. Hát mi történik itt ez alatt a 7 év alatt? Ez alatt a 7 év alatt alapozzuk meg gyakorlatilag a beágyazottságunkat egy adott kultúrába, egy adott vallásba, egy adott környezetbe, és ez utána már nagyon nehezen változtatható. És az az illúzió, amikor ezoterikus körök arról beszélnek, hogy itt az emberiség öntudatra ébred, majd együtt dobban a kis szívünk, és akkor gyakorlatilag itt fölébredünk, és akkor látjuk, tehát ez egy teljes lila köd, ugyanis amit én látok a világban, mindenütt ez a 7 éves kor nagyon meghatározó, és ha mondjuk egy fiatal ember vagy egy fiatal hölgy Szaúd-Arábiába születik, akkor attól a pillanattól kezdve ő egy muszlim kultúrában nő föl, és azok a szokások, azok a hiedelemrendszerek, azok fogják az életét meghatározni, de legyen ez egy német, legyen ez egy amerikai, és legyen akár ez egy maláj. Amik bennünket szétválasztanak, azok a hiedelemrendszereink, azok a szellemi konstrukciók, vallási konstrukciók, amiben beleszületünk, és nagyon izgalmas így végigjárni a világot. Én soha nem azt kerestem, hogy mi választ szét bennünket. Nekem van egy ilyen társadalmi misszióm, hogy én Magyarországon is látom ezt a hihetetlen kettészakítottságot, ami egyre ijesztőbb
szakadék tátong itt a két politikai erő, a két kulturális réteg között, és én mindig azt keresem, hogy ezeknek a kulturális rétegeknek, ezeknek az eltérő kultúrák hogy tudnak együttműködni. Nem azt nézem, hogy mi válasz szét bennünket, és mindenütt találok valami rendkívül pozitívat. Most ez a legutóbbi, ugye a malájoknál én már ezt megtapasztaltam, hogy az ő kultúrájuknak egy alappillére, hogy a feltétel nélküli tisztelet az a szülőnek jár, és én láttam, amikor az Akmalnak a gyerekei megjöttek az iskolából, és kezet csókoltak az apjuknak, és láttam, amikor ez a fiatalember kezet csókol az apjának. Tehát a szülő feltétel nélküli tisztelete, és a tanító feltétel nélküli tisztelete. Hát ami meg azért volt nagyon érdekes, mert azután, az angol elnyomás után őket az angolok gyarmatosították, és az angolnál fasisztább, kegyetlenebb, tehát én azért Dél-Afrikában is tanítok, ott vagyok, és mindenütt ezekre, ahol az angolok megjelentek, mint gyarmatosítók, ott egy ilyen démoni időszakra nyúlnak vissza, és az én szőke hajam, kék szemem ellenére ezek az emberek minden utasításomat végrehajtották mindenféle ellenállás nélkül, mert én mint egy tanító jelentem meg az ő kis világukba, és annak ellenére, hogy szinte mindent rosszul csináltak, azonnal javították a hibákat, és 3 nap alatt 1 hónapot tudtak tanulni, azért, mert az ő kultúrájukban ez olyan mélyen gyökerezik, és olyan markánsan van jelen, hogy a tanító szava a szent, és amit mond, azt végrehajtják, és fantasztikus volt látni ezeknek az embereknek a rövid idő alatt bekövetkezett hatalmas fejlődését, változását. Tehát 1990-ben még szinte dzsungelben éltek, és aztán modernizáció útjára léptek, elképesztő, hogy mit hoztak létre ez alatt az idő alatt, de ebben a maláj táborban már ott volt az indonéz válogatott, és jelezték azt, hogy ők már megépítették a pályájukat, és a következő lépés, hogy jönnek ide tavasszal edzőtáborba, majd a következő állomás, ahol hivatalos pálya létrejön, az Indonézia lesz, ez egy 270 milliós nemzet. Tehát a legnagyobb muszlim népesség. És hát a muszlim világról azért azt el kell mondani, hogy a legmarkánsabban a szaúd-arábiaiak képviselik, hiszen ott van Mekka és Medina. Ők nagyon mélyen hordozzák ezt a kultúrát. Nem csak egy felszínességet láttam, hanem az a napi 5-ször íma, az napi 5-ször íma. Az, hogy teljes szeparációban vannak a férfiak és a nők, ez ott nagyon markánsan megjelenik. Én nem találkoztam női lovasi jásszal, csak hallottam, hogy vannak Szaúd-Arábiában, mert ott egyáltalán nem lehetnek együtt. De amikor edzőtábor tartottam Kuwaitba, akkor már tudtam tanítani női lovasi jászokat, hiszen ők is léteznek, viszont soha nem lehetnek együtt a férfiakkal. Maléziában, ami szintén, az Malézia egy 30 milliós nemzet, 2 kontinentális hatás érte őket, egy nagyon markánsan a kínai és az indiai, és nyilvánvalóan ott van a saját kultúrájuk is, de amikor megjelent a muzulmán vallás, az mindent vitt, és a 30 millió malájból most 20 millió muzulmán van, amit gyakorlatilag ezt a kulturális térképet teljesen átrajzolta. Én ott viszont például már a nők és a férfiak együtt edzenek, de a tradicionális öltözék a nők számára kötelező, ez a hijab viselése, amit viszont az Adidas gyárt. És én láttam ezen a hijabon a hölgyek fejviseletén egy ilyen emblémát, és úgy átsiklottam fölötte, de úgy 2 nap után úgy látta, hogy mondom, uram atyát, ez az Adidas. Tehát gyakorlatilag itt vannak ezek a multinacionális cégek, akik megpróbálnak minden létező ideológiát kihasználni, hiszen nekik ez üzlet, úgyhogy ezeket a hijábokat a muszlimok számára az Adidas gyártja le, feltehetően Kínában. Érdekes, amit mondasz, mert pont azt a gyanút erősíti meg, hogy itt azért működik valamilyen gazdasági elképzelés, vagy ideológia, vagy haszonelv, ha úgy tetszik, amelyik azt mondja, hogy az identitásokat vagy le kell rombolni, mert korlátozzák a bizniszt, vagy pedig hát be kell férkőzni arra a terepre is. Most ez pont arra volna példa, hogy na jó, ha nem tudjuk levetetni róluk ezt a ruhát, akkor gyártsuk mi ezt a ruhát. Akár Magyarországon, vagy Nyugat-Európában látsz olyan kulturális hagyományt, amelyik
akár a malájuknál tapasztalt a szülő iránti, illetve a tanító iránti tisztelet nálunk egy olyan irányelvet adna, amelyik ellen tud aztán mondani annak a trendnek, ami most már annyira szélsőséges formáiban jelenik meg, akár a gender ideológia, vagy most már kinézünk, itt látjuk a bivajaidat, de hát tudnunk kell, hogy ez most már a klímára és az ökoszisztémára veszélyt jelent, valószínűleg a libák is, meg a kacsák is. Tehát, hogy van-e nekünk olyan fogóckodónk, akár Magyarországon, akár Nyugat-Európában, vagy Amerikában, amelyik azért azt tudná mondani, hogy ne elég ebből a kavartból és hülyeségből. Élethelyzetek vannak, ezeket az élethelyzeteket követő döntések vannak. Hát mi történt Európában? Európán végigsöpört az első világháború, és még kegyetlenebbül a második világháború, és ennek a második világháború mocskából Európa azt a kivezető utat látta, hogy megszünteti a nemzetállamokat. Hozott egy döntést, hogy ha megszűnnek a nemzetállamok, megszűne a szembenállás, megszűnik ez a zacsarkodás, és talán Európa lakosai megmenthetőek egy újabb világégés elől. De talán a legnagyobb elszenvedői a második világháborúnak a zsidóság volt, akit embertelen módon üldöztek, végeztek ki. A zsidók pedig azt a konzekvenciát vontak le, hogy egy nemzetállamban látják a fönnmaradásukat, és Izraelben létrehoztak egy nagyon erős nemzetállamot. Ugye azt most tudjuk, hogy egy élet-halál harc folyik ott a palesztinokkal. Tehát vannak élethelyzetek, ezeknek az élethelyzeteknek a konzekvenciáját levonjuk, és aztán hozunk egyfajta döntést, ami hosszú távon hat. Én féltem a nemzeteket a feloldódástól, mert a nemzetek feloldódása nyilvánvalóan magába rejti azt a veszélyt, ami Európa félelmét jelentette, hogy itt acsarkodásra kerülhet a sor, de azt látom, hogy a színek fognak a világból elveszni. Az ízek fognak a világból elveszni, az attitűdök fognak a világból elveszni, amit a nemzetek őriznek. És ezek a nemzetek, ezek nem csak színeket jelentenek, hanem az immunrendszert is jelentik. Hogyha Európában sokféle nemzet van, és ezeknek a nemzeteknek megvan a szuverén lehetősége, akár egy COVID, akár egy háború, akármi tör ki, a sokféle nemzet sokféle reakciót mutat, és ebből a sokféle nemzetből a sokféle reakció biztos, hogy lesznek nagyon jó megoldások. És ezek a nagyon jó megoldások teszik majd lehetővé azt, hogy fönn tudjunk maradni egyáltalán. Én féltem a világot az egysikúságtól, de kétséget kizáró módon ebbe az irányba halad. Kulturálisan, mindenféle szempontból, ami a világban mindenütt ugyanaz, azok a plázák és a repülőterek. És a plázák és a repülőterek jelzik azokat a gócpontokat a világ minden részén, amihez majd az egész világ hozzá fog torzulni. Tehát ez nem kulturális központok, de ha az ember elmegy Dubajba, vagy Pekingbe, vagy Tokióba, vagy Moszkvába, vagy New Yorkba, mindenütt a reptér ugyanolyan, és a plázák mindenütt ugyanolyanok, tehát a fogyasztói társadalom, mint ördög a patáját, minden kultúrába betette a lábát, és én azt látom, hogy ez a fajta globalizmus, ez a világon végig tud söpörni. Én látom a Titanic elsüllyedését, viszont azt is tudom, hogy vannak mentőcsónakok, és ezek a mentőcsónakok alkalmasak arra, hogy kisebb közösségek fönn tudjanak maradni. Én két dolgot tartok fontosnak a jelenkorunkban, az önismeretet. Az önismereten keresztül tudom egy kicsit a világot talán jobban megismerni, és a közösségeket. Tehát a közösség lét az rendkívül fontos, mert az ember genetikailag kódolva van arra, hogy egy közösségi lény, úgy, ahogy a ló egy csordaállat, egy ménesben él, ugyanúgy, ahogy a holló egy magányos hős, tehát territoriális állatok, vagy egy sas, ami nem úgy van, hogy a sasok között létrejön egy hierarchia, hanem úgy van, hogy vagy én vagyok, vagy te vagy. Ami mondjuk a libák között egy együttműködés, egy hierarchikus rendszer, a lovaknál ugyanezt tetten érhető, és az ember mi is ezek vagyunk, tehát mi
Mi közösségi lények vagyunk, minden, amit elértünk a világban, az annak köszönhető, hogy egymás segítve, egymást támogatva, egymást kiegészítve hoztuk létre ezt a telefont, amivel most éppen beszélek. Hát ennek a telefonnak a létrehozásához hát legalább egy megyére van szükség, egy megyényi emberre, aki az ércet kibányásza, aki az innovációt csinálja, a műanyagot, aki a kőolajat előhozza, tehát mi minden nincs egy ilyenbe. Tehát ilyen az ember önmagába szinte életképtelen, de ezek a közösségek, ezek nagyon fontosak, és a közösségek eltűnése az lelkileg rendkívül módon megviseli az ember. Pszichológushoz futkosunk és fizetünk azért, hogy valaki meghallgasson, de ha van egy jó közösség, és ebbe a közösségbe empatikus emberek vannak, akkor nagyon sok esetben egy traumán átesett ember számára már egy megnyugvást jelent, hogyha megoszthatja a terhét valakivel. Egyáltalán elmondja, nem csak arról van szó, hogy ez a közösség meg fogja oldani a problémáját, csak egyáltalán meghallgatják. Már egy lelki tehertől szabadul meg, meg tud könnyebbülni. És ezek közösség nélkül nincsenek. Egy segítése, egymás megértése, nyilvánvalóan azonos érdeklődési terület, és én mindenkit bátran szólítok arra föl, hogy ez legyen egy kórus, egy horgászegyesület, vagy uram, bocsánat, egy lovas fiász csapat, aminek én is egy tagja vagyok. Ne féljen időt és energiát beletenni, mert mindent kamatos túl vissza fog kapni. Hát de pont arról van szó, hogy mondjuk ezek a diktatórikus rendszerek, ezeket a közösségeket pusztították mindig, amióta világ a világ. Feloszlatták az egyesületeket, egyleteket, pont ezeket a kapcsolódásokat akarták felbontani és megszüntetni. Te itt egy ilyen közösségnek a szellemi vezetője vagy. Nyilvánvaló, hogy mester és tanítványa, illetve a tanítványok között is idővel kialakul egy olyan bizalmi viszony, ahol magától értetődően történnek meg ilyen oldódások, vagy pedig gyógyulások akár, amit említettél, hogy más megkeresi a pszichológusát, meg a nem tudom milyen szakembert, aki meghallgatná őt. Ez lehet akkor a megoldás, a közösségek fenntartása, illetve újra teremtése ahhoz, hogy ellen tudjunk állni ezeknek a feloldási kísérleteknek? Ez egy állandó kötéltánc. Tehát ez egy állandó kötéltánc az anarchia és a diktatúra között. Ez egy állandó kötéltánc. Tehát itt ez a húz meg, erez meg, hogy én hol húzom meg a határokat. Tehát egy közösség számára én milyen keretrendszert teremtek. Minél szűkebb ez a keretrendszer, nyilvánvalóan annál inkább megyek egy autoritár, diktatórikus rendszer felé. Minél tágabb ez a keretrendszer, annál inkább megyek egy anarchia, egy szétesés felé. Tehát ez nem egy egyszerű dolog. Tehát ez nem úgy van, hogy van az anarchia, ami rossz, és van a diktatúra, ami rossz, hanem mi egyik végletből a másikba zuhanunk, tehát nagyon nehéz megtalálni azt az optimális társadalmi közösségi rendszert, ami egyensúlyt tud találni, hogy még mindenkinek megvan a szabadsága, de még nem estünk szét. Vagy még mindenkinek megvan a szabadsága, de még nem egy diktatórikus rendszer. Tehát nem olyan egyszerű. Tehát én tudom azt, hogy ez 9,5 millió politikus országa, és mindenki jobban tudja azt, hogy mit kéne csinálni, de ez nem egy egyszerű dolog. Ez nem egy egyszerű dolog, ez az ember számára a legnagyobb kihívás, hogy tudja, hogy közösségi lény, tudja azt, hogy ezt a közösséget valamilyen szinten le kell szervezni. Ami állandó problémát jelentett számára ennek a keretrendszernek a meghatározása, ami hol szűknek, hol túl szűknek, hol túl tágnak bizonyul, és hát véleményem szerint, amíg ember az ember, addig ezzel nekünk mindig lesz problémánk. A keleti társadalmak ezek szűkebbre szabják a kabátot, a nyugati társadalmak kicsit bővebbre. Tehát itt a nyugati társadalmak azokban nagyobb veszély van az anarchia irányába, a keleti társadalmaknál meg nyilvánvalóan az autoritárség irányába, a diktatórizmus felé hajlanak. De arra nagyon kell nekünk vigyázni, hogy minden ember számára az a kultúra, amiben beleszületett, ugye mondtam ezt a jezsuitát, hogy adjatok egy gyerekeket és hétvégén visszaadok egy embert, ez egy meghatározó korszaka az életünknek, ezt tartjuk természetesnek. Ezt tartjuk normálisnak. Hát amiben én beleszületek, az a normális. És minden, ami ettől eltér, az nem normális. Ezt gondoljunk abba bele, hogy egy szaudi fiatal, 2024-et írunk, egy szaudi fiatal
aki házasodni fog, ő úgy fog házasodni, hogy még nem látta a leendő házastársát. Erre nincs lehetősége, hogy lássa. Egyáltalán nem egy fürdőruhás képet lásson, hanem egyáltalán, hogy ki lesz az. Ezt a szülők döntik el. Na most gondoljunk el egy olyan társadalmat, hogy nekik ez a normális. Nekünk meg a fürdőruhás képek a normálisak, tehát ők az együttműködés felől indulnak, a szülők döntik el, és a szülők, akik felelősségteljesek, nyilvánvalóan szeretnék, a szülő szeretné, ha a gyereke boldog lenne. A szülő szeretné azt, hogyha mind társadalmilag, mindenféle szinten ezek a párok valahogy összetartozóak lennének, hát összedugják a fejüket, ezt ne úgy gondoljuk, hogy a hasunkra csapnak, és csak a vagyon számít, itt azért sok minden van, de ők mindig az együttműködés felől indulnak, és onnét indulnak, hogy ennek a házasságnak egyetlen egy értelme van, az, hogy értelmes utódokat hozzanak létre, és az ő családjuk az ne halljon ki. Ez a cél, és ez a lényeg. Ők innét indulnak, az együttműködés felől. De ezért gondoljunk bele ennek a fiatalnak az életébe, hogy a szülők eldöntik azt, hogy kivel kötöm össze az életemet. Ez nem jelenti azt, hogy én ezzel az emberrel boldog leszek. És még lehet egy óriási kérdője, hogy vajon a szerelem, az az érzés az én életemben megjelenik-e? Hát ez nekik egy nagyon nagy kihívás. Mi nyugaton a szerelem felől indítunk. Elvarázsoljuk a másikat. Érdemes megnézni a TikTokot, érdemes megnézni a Facebookot, érdemes megnézni ezeket a profilképeket, hogy ezek a profilképek vajon mennyire a valóságot adják, mennyire számítanak ezek kirakatnak. Én azt gondolom, hogy nagyon. Tehát itt két kirakat ember találkozik egymással, a varázslás a cél, én elvarázsolom a nőt, a nő elvarázsolja a férfit, és létrejön egy szerelem. De vajon lesz-e együttműködés? Vajon ebből a varázslásból létre tudnak-e hozni egy olyan együttműködő közösséget, ami egy munkabeosztáson alapul, a pénzbeosztásán alapul, a szabadidőn, és aztán azon, hogy utódok jöjjenek létre, és ezeknek az utódoknak a felnevelésén. Hát látunk itt két kultúrát, mind a kettő rendkívül komoly kihívásokkal néz szembe, és igazából az ember erre még nem talált tuti tippet. Ha nagyon az együttműködés vezérel, és racionálisan rakom össze az életemet, vagy a szerelem, és a szívem visz bele, hogy én ezt az embert szeretném társul magadnak, hogy melyik a jó út. Látunk különböző kultúrákat. Nekünk egyetlen egy dologra kell nagyon vigyázni, hogy ne hitessük el magunkkal azt, hogy az a kultúra, amiben mi beleszülettünk, az a gondolkodásmód, amit mi képviselünk, az az egyedülálló, és az a legjobb. Ez a legnagyobb problémája az emberiségnek, és ezek a szellemi konstrukciók, ezek a kulturális mintázatok, ezekkel nekünk még nagyon sok dolgunk lesz. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy a globalizált ember egyik pillanatról a másikra egyszer csak egy húron pendül, értjük egymás gondolatait, nem fogjuk, mert az életünk első meghatározó korszaka, azok mi olyanok leszünk attól a pillanattól kezdve. Én 1960-ban születtem, az én neveltetésem, az én morális értékrendem, hát ez radikálisan eltér azoktól, akik mondjuk 2000-től születtek. Nem is értjük egymást, tehát annyira nagy a különbség. De hát ez egy nagyon fontos dolog. Ha megnézzük ezeket a szembenállásokat, ugye én már egy ilyen 64 évemmel egy ilyen boomer nyugdíjas bácsi vagyok, és azért a társadalomban megvan a szándék arra, hogy az időseket és a fiatalokat lehetőleg összeugrassza, hiszen tényleg nagy a szakadék a neveltetésben. De én mindig megkérdezem ezeket a boomer kortársakat, hogy mi a baj a fiatalokkal, és akkor elmondják, tehát mindennek elmondják a fiatalokat, igen, és akkor én megkérdezem azt, hogy de most melyik generációval legyünk haragba, a saját gyerekeinkkel? Tehát azok a hülyék, az saját gyerekeink, hiszen ennek a generációnak, a jelenlegi 40 évesek,
ennek a generációnak mi teremtettük az életteret. Tehát ők gyakorlatilag a gyerekeink. Akkor ki kell legyünk haragba az unokáinkkal? Tehát őket ne szeressük, a jelenlegi 20 éveseket, vagy 10 éveseket? Tehát itt térjenek észre az emberek. A fiataloknak meg azt javaslom, hogy gondolkozzanak el azon, hogy szeretnének-e megöregedni egy olyan társadalomba, ami az öregeket kitaszítja. Tehát most gondolkodjanak el ezen. És mindegyik generációnak el kell gondolkodni azon, hogy kész tények elé vagyunk állítva. Mi létrehozunk egy élethelyzetet, ez az élethelyzet, ehhez alkalmazkodik egy generáció, és akkor mi most ezt ne szeressük. Mi most szeressük, mi csináljunk vele, mi teremtettük ezeket az élethelyzeteket. Én fontosnak tartanám azt, hogy mindenki egy kicsit nézzen ki a saját fejéből, és jusson el odáig, hogy élethelyzetek vannak, generációk vannak, más az imprinting, más a bevésődés, más a kulturális gazdasági környezet, és ennek megfelelően teljesen mások lesznek. Hát az én gyerekkoromban pottyantós vécék voltak. Ezeket a pottyantós vécéket a német katonai páncél sisakkal meregettük ki, mert az orosz az gyenge vasból volt, az könnyen széjjel rohadt a szarba. Ezek a németek, ezek jól bírták, ezeket ősszel kimeregettük, kivittük. Ez lehet a város széle, Kaposvár külvárosa, vagy lehet egy vidék, ez teljesen általános volt. Én emlékszem rá, amikor a vizet bevezették, addig kútból hoztuk a vizet, laborba fürödtünk. Na most mit kezd ezzel az információval egy 15 éves gyerek ma? Most én ezt mondogassam neki, hogy emlékszem, amikor a mosógép megjelent, emlékszem, amikor a televízió megjelent, ők meg az anyaméhből egy mobiltelefonnal jönnek elő, és mindent tudnak. De ezt tudomásuk kell venni, hogy azok a körülmények, amik az én gyerekkoromat jellemezték, azok meghatározzák az én személyiségemet, és én ilyen vagyok. Mi még magázottunk, bennünket nem tanítottak meg köszönni, belénk verték az alapvető szabályokat, ami akkor nagyon fontos volt, és gyakorlatilag hát az ember életének ez a meghatározó szakasza, ez aztán az egész életét végigkíséri. Én nem akarom eljátszani a mai 20 éveseknek a világát, mert hülyén jövök ki belőle. Én több megértést várok mindegyik generációtól, mert hogyha ilyen módon egymásnak feszülünk, akkor nem lesz jó vége. Értsük meg azt, hogy mi így nőttünk föl. Nekem egyébként az a véleményem itt a generációk közti ellentétekben, hogy mindenki hoz magával valamit. Tehát jó lesz az öreg a háznál, mert én az a generáció vagyok, aki már nem éhezett. Tehát az én generációm az éhséget, a nélkülözést már nem ismerte. De nem volt tékozlás se. Nem volt az, hogy ne vegyek ki több jégkrémet a hűtőből, mert nem volt hűtőszekrény, és nem volt jégkrém se. Tehát az én szüleimnek nem kellett egy küzdelmet folytatni, hogy ne igyak annyi kólát, vagy ne egyek annyi csokit, vagy nem, mert nem volt. Egész egyszerű volt. Tehát a mi életünket a zsíros kenyér jellemezte, és hogyha hallgatják hasonló korúak ezt a műsort, akkor azok pontosan tudják, hogy miről beszélek. Hát én 23 évesen katonaviselt, nős, gyermekes családapa voltam, 23 éves, ez egy általános dolog volt. 30 évesen a fiatalok még gondolkodnak, 40 évesen még gondolkodnak, hogy családot alapítsanak-e. Na de hát ez azért van, mert mi létrehoztunk egy bizonyos szociális társadalmi hálót, ők már ebbe születtek bele, és nyilvánvalóan ezeknek a hatásoknak köszönhetően olyanok, amilyenek. Én fontosnak tartom azt, hogy értsük meg egymást, fontosnak tartom azt, hogy egészítsük ki egymást. Tehát mindenki kezében van valami, ami hasznára lehet a másiknak, ami adott esetben hasznára lehet a társadalomnak, ugyanis ezeket a másságokat nagyon egyszerű egymásnak ugrasztani, és nagyon nehéz úgy alkalmazni őket, hogy egymást kiegészítsék, de ez az egyedüli élhető mód, és ez az egyedüli lehetőség a túlélésre. De nem éppen azt látjuk, Lajos, hogy pont egész van az, hogy működött az a modell, hogy 20-as évei elején az ember már nősült, gyermekei lettek, és a gazdasági modell is erre épült rá, ehhez képest most azt látjuk, hogy nem születnek meg a gyerekek, vagy nem ahhoz mérten időben, ahogy születtek mondjuk 30-40 évvel ezelőtt,
Ehhez képest viszont a gazdasági modell még mindig az lenne, hogy a fiatalkorú nemzedékek teremtik meg mindig azt az anyagi bázist, amivel aztán az idősek felé is lerúhatja mondjuk ezt a kötelezettségét, hiszen most azt látjuk, hogy a reprodukcióra képtelen nyugati társadalmak fenn akarják tartani a jólétüket, gyermeket nem feltétlenül akarnak vállalni, mert az kényelmetlen, meg nem tudom, ízeg, mozog, meg pelenkázni kell, viszont meg kell teremteni a gazdasági alapjait, hogy ők változatlanul jól éljenek. Nem áll ez a kettő valami nagyon, nagyon egymással szemben? Hát ugye itt van egy demográfiai deficit Nyugat-Európában, de hogyha tágabbra nyitjuk ezt az ollót, akkor látjuk a világot, a világnak a feltörekvő része az mindig külső munkaerőforrásokra támaszkodva tud csak létrejönni. Most én nagyon szeretem Katart, egy kis gyöngyszem. Nincs annyira figyelem homlok terében, mint Dubaj, de építészetileg mindenféle szempontból, ugye most ott a foci VB volt ott tavaly, nagyon jó meg van csinálni, én szeretem azt a helyet, én aránylag sokat járok oda tanítani, lovasi jászat, nem mint nyaraló természetesen. Na de hát 500 ezren vannak. Hát ahhoz, hogy föl tudják építeni Katart, ahhoz még 1,5 millió munkavállalóra szükség volt. Tehát ő gyakorlatilag Katar lakosainak a száma úgy 2 millió, hogy az ős lakosok 500 ezeren vannak. És ezek térségek, mindegy, hogy hova megyünk a világba, azok a térségek, akik mondjuk ez az Emirátusokra jellemző, azokra a helyekre jellemző, ahol az olaj, ahol a gáz olyan bevételt jelentett, hogy el tudott indítani bizonyos gazdasági folyamatokat, de maguk az őslakosok kevesen voltak. Tehát a Burj Khalifát nem tudná fölépíteni az Emirátusok összes őslakosa. Tehát gyakorlatilag egy beruházás nem tudnának megcsinálni. Ezek az emberek, ezek tisztában voltak azzal, amikor az 50-es években Dubaj egy halászfalu volt, aztán jött az olaj, és elindult egy folyamatos fejlesztés. Ma már nem az olaj jelenti Dubaj bevételi forrását, ma már nem az idegenforgalom jelenti Dubaj bevételi forrását, hanem az innováció. Tehát az, hogy beáramlik a tőke, cégeket hoznak létre, de mondjam azt, hogy ortodox orosz templomot építettek Dubajba. Ezen azért el kéne gondolkodnunk. Tehát itt gyakorlatilag az ukrán háborúra volt egy rendkívül rossz reakciója Nyugat-Európának, kizárta az oroszokkal való együttműködést, hozott egy olyan szankciót, ami nagyobb pofont jelentett Európának, mint az oroszoknak, és az oroszok megtalálták a menekülési útvonalakat, elindultak Kína felé. Dubaj egy olyan kereskedelmi központ, ahol aki most ott jár, az rengeteg orosz hangot fog hallani, mert egy turista bázissá vált, és a kereskedelemnek, a cserekereskedelemnek egy bázisa. Tehát ezek az emberek, ezek látták azt, hogy van olajunk. Viszont, hogyha ezt okosan, ügyesen nem fordítjuk innovációra, akkor az olaj egy idő után el fog fogyni, és akkor kitalálták azt, hogy jó, akkor legyen turizmus, jó, akkor legyen kereskedelem, és ez a túlélés záloga ma már, nem az olaj jelenti a legnagyobb bevételi forrás. De ugye, ahogy Katarnak az 500 ezer lakosra rá kellett menni 1,5 millió munkavállalónak, azok a föltörekvő térségek, hát most nem mondok el ezzel újat, Magyarország gyakorlatilag óriási munkaerő hiánnyal küzd. Ezt a munkaerő hiányt, ezt már nem tudja megoldani belső forrásokkal, ide külföldi munkavállalókat kell behozni. A nagy problémát az jelentette, hogy akkor, amikor ez a népvándorlás elindult, akkor gyakorlatilag nem tudtuk tisztázni azt, hogy hogyan reagáljuk le ezt a népvándorlást, hogyan kommunikáljuk le, mi történik itt. És megjelentek azok a plakátok, hogy ezek elveszik a munkahelyeket. Ők nem azért jöttek ide, hogy a munkahelyeket vegyék el, nekik pénz kellett. Ők a jólét reményében jöttek ide. Nyilvánvalóan egy ilyen népvándorlással, aki nem akarta azt, hogy itt a népvándorlás során idegen kultúrák telepedjenek meg, az azt mondta, hogy ez mindegyike terrorista. Amelyik azt mondta, hogy ez nagyon jó lenne, hogy idejönnek, aztán ez mindegyik agysebész. Hát ez nyilvánvalóan egy ökörség. Ez egy ökörség. Amit én látok a világban, és ezt mondom, hogy ezek hogy oldották meg? Úgy oldották meg, hogy munkalehetőséget biztosítanak külföldiek számára. És én nagyon sok
munkavállalóval beszéltem ebben a térségben, akik Indiából, Pakisztánból érkeztek, és kérdeztem tőlük azt, hogy mennyivel keres többet Dubajban, mint Pakisztánban. Azt mondta, hogy ő nem azért van Dubajban, mert többet keres, mint Pakisztánban, azért van Dubajban, mert Pakisztánban nem keres semmit. Tehát semmit, és ilyen 7-8 tagú családokat tartanak el, napi 12 órát dolgoznak, egy nap szabad a héten. Nyilvánvalóan a felvilágosult nyugat erre azt mondja, hogy ezek az emberek ki vannak zsákmányolva, ők rabszolgák, stb. De az emberek nagyon boldogak, mert jó pénzhez jutnak, és a családjukat el tudják tartani, ezek a társadalmak meg fölvirágoznak. Tehát akkor, amikor ilyen becsontosodott élettől teljesen elrugaszkodott ideológiák próbálják meghatározni egy közösség létét, egy társadalom létét, akkor az előbb-utóbb nagyon komoly kihívások elé néz. Magyarország nem fogja tudni megoldani a munkaerő problémáját itthonról, már csak azért sem, mert elképesztő mennyiségű munkavállaló kivándorolt ebben az országban, tette ugyanúgy. Tehát amikor végignézzük azt, hogy nem akarok számokkal dobálozni 100 000, 500 000, 1 millió, tehát nem tudjuk, hogy mennyien mentek, ezt tudjuk, hogy nagyon sokan mentek ki, és akik elhagyták ezt az országot, azok mind olyan emberek voltak, akik dolgozni mentek ki. Na most ugyanilyen emberek jönnek Pakisztánból, ugyanilyen emberek jönnek Indiából, akik azért mennek el, mert vagy egyáltalán nem keresnek semmit, vagy összehasonlítottan többet keresnek. Na most addig, amíg természetesnek vesszük azt, hogy a magyar munkaerő kivándorol az országból, természetellenesnek vesszük azt, hogy amíg bevándorolnak, akkor itt nagyon komoly problémák vannak. De nem lettek ezek a dolgok valójában átbeszélve, hát nyilvánvalóan ez annak köszönhető, hogy itt két társadalmi, kulturális, politikai réteg feszül egymásnak, és itt nem feltétlenül tudnak őszintén, tisztán kommunikálni és átbeszélni helyzeteket, mert gyakorlatilag a működés határozza meg a szerkezetet, és hát most mi gyakorlatilag így működünk. Ezekkel a kihívásokkal nézünk szemben. Hát jól láthatóan akkor itt van egy gazdasági igény, a politika ehhez valamiképpen asszisztál meg viszonyul, de valahol meg kell lehúzni ennek a határait. Látod-e ennek mondjuk a számosságban veszélyét, hogy itt valami többet feláldozunk, mint amennyit nyerünk ezzel az egészen? Hát ez a térség, ez úgy oldotta meg, hogy ők pontosan tudták azt, hogy munkavállalókra van szükségük, ami azt jelenti, hogy semmilyen módon, semmilyen munkavállaló letelepedési engedélyt nem kaphat. Sem letelepedési engedélyt nem kaphat, sem állampolgárságot nem kaphat. Tehát ők azt mondták, hogy megvédjük a saját nemzetünket, megvédjük a saját kultúránkat, munkavállaló jöhet, letelepedés nem jöhet, állampolgárság nem jöhet. Tehát ezt ők így építették föl. Tehát ahol egy gazdaság lendületben van, ahol elindul egy iparosodás, egy magasabb szintű fejlődés, azt nem feltétlenül tudja egy ország, egy társadalom önerőből megoldani. Én azt látom Magyarországon, hogy itt vagyunk. Mi is nem fogjuk tudni elkerülni a külföldi munkavállalókat, tehát nyilvánvalóan rengeteget fognak hazudni a politikusok ezzel kapcsolatban, össze fogják mosni a népvándorlással, mindenféle cirkuszt fogunk látni. Egy biztos, hogy önerőből nem fogjuk tudni megoldani ezeket a folyamatokat. A külföldi munkavállalók nagyon nagy kihívást jelentenek, hogyha ennek a szabályozása nem lesz tökéletesen lefektetve, akkor ebből nagyon komoly problémák lesznek. Meg kell nézni azokat a helyeket a világban, ahol szembenéztek évtizedekkel ezelőtt ezzel a problémával, és valahogy megoldották, kezelték. Sok-sok változást említettél, zárásul beszéljünk egy kicsit a völgyről, mert itt mégis mintha az állandóság lenne a jellemző. Amikor legutóbb jártam, akkor is két bivajjal találkoztam, most is ott van a két bivaj, a tó is ugyanott van. Persze látom, mindig alakítasz valamit, meg kipucolsz egy benőtt területet, de mégiscsak az állandóságnak a szerepe. Mi volna az ilyen sok-sok változás közepette? Hát ugye mondtam ezt a malán fiatalembert, aki 10 évvel ezelőtt itt járt, ezért nagyon fontos az, hogy ennek a kultúrának, a magyar kultúrának vannak ilyen zászlóvivői. Az, hogy egy ember idejön, és egy olyan élményt kap,
amire azt mondja, hogy én ezt a saját hazámba szeretném megvalósítani, ez nagyon fontos. Tehát ez egy zászlós hajó, ennek a zászlónak lobogni kell, a fedélzetet tisztán kell tartani, tehát gyakorlatilag ennyi. Úgyhogy én csak a példába hiszem. Ha a szülő pocakos, dohányzik, iszik, az nem mondja a gyerekének azt, hogy fusson, mozogjon és tornázzon. Tehát hogyha egy szülő mozog, fit, dolgozik, látod, hogy mindig példák vannak, és ugyanez a helyzet egy társadalomban is. Ha egyszerűen azt látják, hogy ez egy példa, ezt az én saját hazám, Szaúd-Arábiába sivatag, valami ilyesmit létre akarok hozni, vagy Kínába, vagy az Egyesült Államokba, vagy Oroszországba. Tehát a világ minden részén az emberek meg akarják ezt valósítani, és foggal körömmel nagyon sokszor onnét indulnak, ahonnét én a nulláról hozzák létre, hogy szinte semmiük nincs, csak ez az elképzelésük, és akkor ezt egy évtized, másfél évtized munkájával meg tudják valósítani. Ezek nagyon-nagyon erős pillérei ennek a közösségnek, és ez így indul. Tehát a fedélzet tiszta, a zászló lobog, és úgy állunk neki ennek az évnek is, hogy most Malézia után Indonézia lesz abban a térségben a következő, és a gyakorlatilag körbeértik a földet. Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy jelzésemre vendégül láttál, köszönöm az értékes gondolatokat, és hát térjünk majd vissza időről időre, hogy mit tapasztalsz, mit látsz a világban és idehaza. Köszönöm szépen. Én köszönöm a figyelmet.